Határnyitás címen zajlott egy beszélgetés Prőle Gergely és ön között, illetve a publikum előtt. Hát tulajdonképpen arról van szó, hogy eltelt 25 év a rendszerváltás óta. Hogyan élte meg az akkori eseményeket, illetve miért annyira fontos ez a 25 év? Hát általában a kerek évfordulók fontosak. Én visszaemlékszem, hogy amikor a 5. éves évforduló volt, akkor én már Londonban éltem és dolgoztam, és a BBC 2x1 órás műsorban dolgozta fel velem, még egy-két résztvevővel, mint például Habsburg Otto még élt akkor, és főműsoridőben vasárnap este 8-tól 9-ig egymást követő napon, mert annyira fontosnak érezték, hogy ami 89-90-ben Magyarországon és egy-két más kelet-közép-európai országban történt, de főként Magyarországon, az világtörténelmet írt, hiszen Magyarország volt az az ország, és az akkori magyar kormány volt az én vezetésemmel az a kormány, amelyik kiütötte az első téglát a berlini falból. Hiszen több mint 1000 kilométeren az északi tengertől egy vasfüggöny húzódott le egészen majdnem Iránig. És ez a vasfüggöny került lebontásra és felszámolásra. Senki nem gondolta akkor. Jó magam se. De megkérdeztem az idősebb George Bush-t, aki az akkori amerikai elnök volt. Aztán megkérdeztem Kohl-t, kancellárt, a német akkori kancellárt, és magát Gorbacsovot is. Hogy gondolták hogy a magyar határnyitás után november 9-én, alig pár héttel, a szeptember 10-i dátum után Berlinben leomlik a berlini fal, és hogy 91. október 3-án újra egyesül a két Németország. Hezitálás nélkül mind a négyen vagy hárman azt válaszolták. Évek, évtizedekben gondolkodtunk, hogy erről lehet egyáltalán beszélni, hogy egyesült Németország legyen. Ez már önmagában nagy dolog volt. Hát még az, hogy ez be is következik, és ilyen gyorsan. Tehát van mit ünnepelni, ugyancsak volt a 10. évfordulón, aztán a németek 5 évvel ezelőtt a 20 éves évfordulón egy csodálatos dolgot rendeztek, no nem a szeptember 10-én, hanem a november 9-i napon. A Brandenburgi kapu két oldalán a világ összes országából festettek dominókat. És egy óriási gálaműsor keretében a folyó, a Spree folyó van ott középen, és annak a két partján az első dominót a lengyel középiskolások, most meg nem mondom, hogy melyik, de a magyart tudom, az a Pest-Szent Imrei Kossuth Lajos német-magyar két tannyelvű gimnázium tanuló csoportja volt, és a dominót eldöntő első ember, az egyik Lech Walesa volt, a másik pedig én voltam. Ezt kérem szépen a világ összes televíziója élőben adta, kivéve a magyarokat. Kicsit fájt nekem, hogy Walesát ottan legalább száz lengyel zászló, meg szolidárnos zászló lengetésével fogadták, és én egyetlen egy hölgynek hallottam a hangját a tömegből, hogy német úr, igaz, hogy kevesen, de mi is itt vagyunk. Tehát nem, de hogy nem adja a magyar televíziót. Most volt június 15-én, nem panaszként mondom, mert higgye el, meg minden néző higgye el, engem nem érdekel. De itt volt június 15-e.
de mondhatnám, kezdhetném június 6-ával. Akkor Wroclawba az Atlantic Council, ez a világ egyik legnagyobb think tank szervezete, Wroclawban átadja nekem a szabadságért érdemrendet. A határnyitásért, plusz azért, hogy letárgyaltam a Gorbacsovval annak idején, hogy Magyarországon, Budapesten keresztül kieresztenek több százezer Szovjetunióban élő zsidót Izraelbe. Hát, úgy tudom, hogy ilyen pici mínuszos hírekbe egy-két lapnál megjelent. De itt volt a legnagyobb, a Point Alpha díj, június 15-én a Német Egység alapi, a Német Egység alapítvány, a Német Közszolgálati Televízió. Másfél-kettő órakor kezdték, délután 15:30, élő adásban adják. Nem német, én voltam a miniszterelnök, de itt Magyarországot ünnepelték, és magyarokról beszéltek. És akkor nem hozzák le az újságok, meg a hírtévébe mondja valaki, hogy itt, ami fut, tudod, én nem nézem most már a televíziókat, bocsánat. A hírtévébe futott alul, ott említették meg. A Magyar Közszolgálati Rádióban, televízióban nem mondják be. Nem véletlen kérdeztem az elején ezt a 25 évet egyébként, mert gondolom nem véletlen az, hogy van egyfajta elévülési idő, amikor már lehet beszélni bizonyos dolgokról, mert bizony igencsak érdekes dolgokat említett a sátorban. Igen, én lejárt a 25 év, ennek az a jelentősége, hogy a titkosítás és a titoktartás bizonyos dolgokban 25, illetve 30 évig. Újabban Magyarországon divatba jöttek ezek a 60, meg 90, meg nem tudom én hány éves titkosítási gyakorlatok is. Ez nálunk a 25 év volt a maximum. Eszem ágába nem jutott volna, hogy bizonyos dolgokat ennél hosszabbra. Ennek megvolt és meg kell legyen a rendje. Ma már hozzá, vagy év vége felé, ma már hozzá fognak tudni jutni a történészek, vagy akik ilyen témában érdekeltek, hogy az akkori dokumentumokat, az akkori vitákat hiteles forrásból, magnóról, vagy leírt jegyzőkönyvből feldolgozhassák. Lehet arról beszélni esetleg, lehet úgy fogalmazni, hogy tulajdonképpen a történelem könyveknek egyfajta megvétózása történt az előbbiekben, hiszen ugye azért az én korosztályom csak hallomásból, vagy maximum a nagyszülei által tud ezekről a történtekről. Nyilván a nagyszülők, a szülők azért talán közelebbről is ismerik ezt a történetet. Vajon így lehet ez? Tehát azért a történelem könyvek nem feltétlen, hogy úgy írják le a történteket, ahogy voltak. Hát különösen akkor nem, ha egy olyan 25 év van a hátunk mögött, hogy mindegyik hatalomra került párt a saját szemüvegén keresztül akarja láttatni és újraírni a dolgokat. Hát ez az ide-oda rángatás egyfelől a fiatalokban kiábrándultságot okoz, hiszen rögtön felismerik, hogy itt valami hátsó szándékú gondolat van. Felmerül bennük rögtön a gyanú, hogy vajon így, és hogyha belehallgat a másikba, ott ugyanezt tapasztalja. Tehát ez nem segíti az érdeklődés fölkeltését is. A németek ezt nagyon intelligensen megoldották, és nem féltek szembenézni a múltjukkal. Mi még 25 év után, és most se tudjuk, a legnagyobb szégyennek tartom, például az, hogy az ügynök múlt még mindig feltáratlan, mindig feldolgozatlan, és még mindig csak vádaskodások és ellenvádaskodások történnek az ügyben. Miért olyan bonyolult az? Hát, ha csak azért nem, mert sok mindenki még érintett, akik még ma is fociznak a pályán. Több fiatal is helyet foglalt a sátorban, és kíváncsi volt erre a beszélgetésre. Mi lenne az az üzenet esetleg, amit megfogalmazna ennek a generációnak? Mi az, amiből esetleg okulhatunk? Illetve mi az, amit észre kell vennünk ebből a 25 évből? Hát, címszavakba. Soha el ne higgyék, hogy kemény munka nélkül van élet és siker. Ne hagyják magukat becsapni.
olyan lidérc hangoktól. Van rá példa, hogy van, de én most a többségről szólok. Kettő. Becsületesen élni, tisztességesen élni jó, de kutya nehéz. De mégis ez az egyetlen, amit ajánlok.